A hitelesség kedvéért, imhol látjátok, Oszi bácsi, alias polgári alvilági nevű Steiger Oszkár, rettentően és virgonccal, immáron a 70-et betöltve, de nagyon jó kondiba és elmeállapotban, várja azokat a szíves érdeklődőket, akik az idén november közepén megrendezendő Játotokon fesztiválon szeretnének vendégeink lenni a túlélés workshopon, azaz ezen a műhely munkán. Jó magam, Vadász Zsolt vagyok, a Trabant Expedíció vezetője, és én már elmondhatom, hogy évtizedes múlttal vezetem a Trabant Expedíciót mindenféle zombi földeken, háború sújtotta, ebola veszélyes járványügyből kifelé lábaló, vagy egyszerűen csak nagyon rossz közbiztonsággal rendelkező helyeken. Az ez évi meghízottam, hogy így tudjam degradálni Oszi bácsit, az Élni a természetben című könyv szerzője lesz, és felvetettem neki a kérdést, hogy mi lesz a fő témánk. Beszélhetünk-e mondjuk egy kicsit a vadonban való kalandozásról, az ehető vadnövényekről, a fészekrakásról, az éjszakázásról, a táplálékszerzésről és ilyesmiről? Bármelyikről, mert végül is ez akkora bő téma, hogy hát sokáig tart lenne, tehát nyári tábor, hókonyhóépítés. Hát ugye, amit már te tudod, hogy jártam Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, a északi sark, a sarkvidéken 1000 kilométerre közeltettem meg az északi sarkpontot, tehát azért az jó fönt van, és én a sarkvidéken több hónapban töltöttem minden évszakban, télen is. Dél-Amerikában 5 napot töltöttem, őserdőkben jártam, jártam sivatagba, Gobiba, arab sivatagba, Taklamakánba. Volt egy magamban 3 napig gyalogoltam a sivatag, magányos túra, és még mindig meg vagyok. Nos, akkor ennyi bevezető után sok szeretettel várunk benneteket a Játlanutakon fesztiválon. Keressétek meg a túlélés workshopot, és legyenek a vendégeink. Bocsánat, még akkor annyit szeretnék mondani, ha még lehet, hogy ugye elmondtam a földrészeket, de Magyarországon is lehet csavarogni, élni, és rengeteg vadnövény van, ami ehető. Ezek is szívesen elmondanám, amiket lehet talán enni, a csalánt, a gyékény, gyökeret, egyebeket. Amiket én magamtól kitapasztaltam. Jó, akkor ennyi bemelegítés után azt mondom, hogy gyertek el és hallgassatok meg bennünket.